Nem ment el a Paralimpiai Bizottság gazdálkodását vizsgáló parlamenti bizottsági ülése Gömöri Zsolt, a Paralimpiai Bizottság elnöke és az alelnök Dajs Tamás sem. Azért hívták meg őket, hogy tisztázzák a testület gazdálkodásáról az elmúlt hetekben nyilvánosságra került híreket. A Jobbik és az MSZP szerint mindketten gyávák, és még Dajs párttársa Németh Szilárd szerint is el kellett volna menniük az ülésre. Közben a hvg.hu kiderítette, Gömöri Zsolt egy napra 1 millió forintért bérelte ki az Iparművészeti Múzeumot egy gálavacsorára. Az Iparművészeti Múzeum tükörtermét bérelte ki a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke Gömöri Zsolt, és itt adott 150 fős gálavacsorát a testület közgyűlése után, értesült a hvg.hu. 1 millió forintért bérelte ki az épületet Gömöri Zsolt, aki többször is arról beszélt, hogy a parasportolók nélkülöznek. Kérdésünkre, hogy miért kellett ennyi pénzért gálavacsorát rendezni, azt válaszolta, a londoni paralimpia sikerét ünnepelték, és a gálavacsorán természetesen a paralimpikonok is részt vettek. A paralimpikonok a parlament kulturális és sportbizottságának mai ülésére is elmentek. A meghívottak között volt Gömöri Zsolt elnök és Dajs Tamás, a Paralimpiai Bizottság alelnöke is. Nagyon bízunk benne, hogy Gömöri elnök úr el fog jönni. Kérdéseket tettek volna fel az elnöknek a szponzori pénzekből kifizetett 3 milliós végtörlesztéséről, 9 milliós autójáról, a fizetése mellett felvett jutalékokról és az utazásairól is. A meghívott az ülésen nem tud részt venni. A meghallgatást így levették a napirendről, a paralimpikonok szerint Gömöriék cserben hagyták őket. Tovább dolgozunk azon, hogy a Gömöri úr lemondjon minni előbb. A Gömörit meghívó szocialista képviselő szerint a Paralimpiai Bizottság úgy működik, mint az ország. Ami mondjuk a Questor ugye a magyar pénzpiacokon, az a Deutsch Gömöri tette a sportvilágban. A bizottság jobbikos elnöke szerint Gömöri gyáva. A legfontosabb megmérettetés előtt már diszkvalifikálta magát. A fideszes Németh Szilárd szerint párttársának Dajs Tamásnak kötelessége lett volna elmenni a bizottság ülésére. Ha engem meghív a sportbizottság, mint a Magyar Birkózó Szövetség elnökét, én meg fogok jelenni, és úgy gondolom, hogy mindenkinek kötelessége eleget tenni annak, hogyha egy parlamenti bizottság meghívja. Dajs Tamás és Gömöri Zsolt csak egy levelet küldött maga helyett, amelyben azt írják, a Paralimpiai Bizottság rendkívüli közgyűlése után, azaz június 19-e után válaszolnak majd a bizottság kérdéseire. A Paralimpiai Bizottság elnöksége egyébként holnap ülést tart. A sportolók egy része jelezte, szeretnének ott lenni. Kéri Barnabás, RTL Híradó, Budapest.